A kezemben ez egy lapidaris kő, amelyet a sírhelyen és az emlékhelyen kell elhelyezni, és ehhez csatlakozik egy online emlékoldal, az elhunyt online emlékoldal. Így néz ki a világon eddig egyedülállónak számító magyar fejlesztésű Kisvárdáról indult kegyeleti szolgáltatás. A lapidaris nevet viselő kő a hollóházi porcelángyárban készül, egy elegáns, visszafogott, valódi arannyal keretezett fekete porcelánlapról van szó. Ez belehelyezhető a sírkőbe, az urna fedőlapjára, vagy őrizhető egyfajta virtuális emlékhelyként otthon is. Az ötlet pedig onnan származott, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy szeretnének egy olyan online adatbázis, és a mi fejünkben is megfogalmazott, ahol az elhunytainkról tudnánk egy nagyobb képet kapni, a régi emlékeket, fotókat, közös történeteket feltölteni, és ezáltal az utókor számára megörökíteni ezeket a tartalmakat, és átadni unokáinknak, gyermekeinknek. A lapidaris kő és a hozzátartozó webes szolgáltatás leginkább egy közösségi oldalhoz hasonlít. Az elhunytak sírhelyén, emlékhelyén kell elhelyezni egy lapidaris követ, ami egy 7 cm átmérői porcelánkő, és ez tartalmaz egy NFC csipet, ami a kommunikációra szükséges. Mobiltelefonunkat vagy táblagépünket ez a kőhöz tartva megnyílik az elhunytnak az emlékoldala, ahol az elhunytról fotókat lehet feltölteni, az adminisztrátora ennek az oldalnak fotókat tölthet fel, személyes adatokat, elhalálozási születési adatokat, továbbá fel lehet tenni erre az oldalra megemlékezéseket, közös emlékeket, idézeteket, vagy akár egy online gyertyát is lehet gyűjteni megemlékezés jelképeként. Ez az alapvető szolgáltatás, de számos további szolgáltatásra is rendelkezik a rendszer. Például, hogyha van olyan elhunyt rokonunk, barátunk, akiről tudjuk, hogy melyik temetőben van elhelyezve, de nem tudjuk, hogy pontosan hol van a sírhelye, akkor az emlékoldalon elhelyezett GPS koordinátáknak köszönhetően felkereshetjük ezeket az emlékhelyeket. Egy sírra elegendő egy lapidaris követ tenni akkor is, ha többen nyugszanak ott, ugyanis több emlékoldal is csatolható hozzá. Visszajelni lehetetlen vele, csak halotti anyakönyvi kivonat birtokában készítik el az adatlapot. A rendszer lehetőséget biztosít elhunyt távoli rokonok, régi kedves ismerősök felkutatására is. De ismert történelmi személyek, művészek, háborús, hétköznapi hősök emlékének tovább örökítésére is alkalmas.